Harmadik alkalommal díjaztak 16 idegenforgalmi szervezetet, valamint turisztikával foglalkozó szemét. Ennek célja, hogy a lakosság is megismerje tevékenységi köreiket és az idegenforgalmi lehetőségeket. A 16-ot csak, hogyha beszorozzuk egy 4-5-tel, 3-mal tulajdonképpen körülbelül 100 szolgáltatánk, minimum 100 szolgáltatónk van, ami egy meglepő szám, ami számunkra is meglepő. Itt természetesen itt vannak a szállások, az éttermek, a kávézók, a különböző attrakciók, a falusi turizmus jelen van, az ökoturizmus jelen van. Az idei évtől 3 új elismerést is kiosztanak. Ezek az év borásza és a pálinka főzője, valamint a legsikeresebb vállalkozói díj, amelyet Sarnyai Csaba érdemelt ki a folyami hajózás és a táborszervezés terén végzett tevékenységéért. Nagyon büszke vagyok, és úgy érzem, hogy ez a díj, amit a polgármester adott át nekem, ez külön megerősít abban, hogy igenis van értelme dolgozni, van értelme a céljainkat megálmodni, és a céljainkért harcolni. Egy jó kis csapat a család, és így csináljuk az egészet. Nagyon örülök ennek a díjnak, mert a kövidinka mindegy régi szőlőfajta, egészen a törökök hozták erre a vidékre, a Balkánra, és terjedt el mindenfelé, és itt a homokon nagyon szép bor tud eredményezni, könnyű italú kis társasági bor, és örülünk neki, hogy ez lett az évbora, a 2019-es évbora. Tavaly az idegenforgalommal foglalkozó személyek egy képzésen is részt vehettek, amelyen megtanulhatták, hogyan népszerűsítsék kínálatukat, valamint, hogy miként tudnának még hatékonyabban dolgozni.